Móra Ferenc, a századik könyv. Mikor kisdiákkoromban az első bizonyítványt hazavittem, az édesapám örömében olyan barackot nyomott a fejemre, hogy csak úgy ropogott. Ember vagy a talpadon, mondta hozzá, most már megérdemled, hogy megmutassam a könyvtáramat. Azzal megfogta a kezemet, és bevezetett a tiszta szobába. Jártam már én ott máskor is, de sose láttam a könyvtárt. Most is hiába nézelődtem utána, híresse volt ott a könyvespolcnak. Szegény szántóvetőnek gerendán a könyvtára, okosított fel édesapám. A székre állva leszedegette a könyveket a mestergerendáról. Volt ott könyv jó nyalábbal, ócskább, újabb, vékonyabb, vastagabb, cifrább, szegényesebb. Válassz egyet magadnak, bíztatott édesapám, de csak okosan avval a kis ésszel. Bízén nem okosan választottam. Azt kaptam föl, amelyiknek legszebb volt a táblája. Csupa virág, meg csupa pillangó. Valami virágkereskedésnek az árjegyzéke volt. No, ezt szépen kiválasztottad, nevetett az édesapám. Meglátod, mire végy vele. Megbirkóztam én azzal is, ha egy hónapig tartott is, de akkorra olyan virágtudós lettem, hogy apám uram elbámult bele. Ezt már szeretem, melegette meg a vállamat. Jóra való méhecske a gyimgyomban is megtalálja a mézet, hanem most majd én választok neked könyvet, olyat, amelyik csupa lépes méz lesz. Verses könyv volt az, tele nekem való versekkel, harmatosakkal, mint a hajnalka virág, csengő bongókkal, mint a reggeli harangszó. Estélig átsohantam fölöttük, mint a fecske a víz fölött. Hanem az édesapám nem dicsért meg a nagy sietségért, inkább megcsóválta a fejét. Nem jól van ez így, fiam uram. Nem fecske módra kell átsurranni a könyvön, meg is kell abban merülni. Addig olvasgattam aztán a verses könyvem, hogy utoljára kívülről tudtam az egészet. Nem is tudott az iskolába senki annyi verset, mint én. Kaptam is a második esztendő végén annyi jutalomkönyvet, hogy alig bírtam haza. Az én könyvtáram még egészen elszégyelli magát a tied mellett, mosolygott az apám. Mit szólnál hozzá, ha azt is neked adnám? Nem tudtam én semmit se szólni az örömtől, csak kapkodtam hol az egyik könyvhöz, hol a másikhoz, s addig nem volt nyugtom, míg az édesanyám a régi fazekas polcot nekem nem adta könyvtárnak. Akkor aztán nem cseréltem volna szolgabíróval se. Beraktam a könyveimet szép sorjába, ragasztottam rájuk számot is, és azt pingáltam a polc fölé piros plajbásszal, az én könyvtáram. Attól fogva az egész iskola csodájára járt a könyvtáramnak. Kölcsön is kéregettek belőle, és nem sokára mindenki több hasznát vette, mint a könyvtáros úr. Én már akkor nem győztem olvasni, csak úgy feléből harmadából lapoztam át könyveimet. Minden eszem kedvem azon volt, hogy minél több legyen a könyvem. Mire nagyobb bacskadeák lettem, tetejétől aljáig megtelt a fazekas polc, de bizony minden tizedik könyvemről se tudtam volna megmondani, mi van benne. Volt olyan is, amit ki sem nyitottam még, de a címét sorban el tudtam fújni valamennyinek. Egyszer, ahogy a könyveimet porolgatom, odajön hozzám az édesapám, és azt kérdezi, hány könyvem van már? Egy hiány száz, feleltem büszkén. No, ehol a századik? Húzott elő a hóna alól édesapám egy takaros kis könyvet. Éppen most hozta haza a könyvkötő. Fekete bőrkötésű, aranymetszésű könyvecske volt, szemüveges bagoly volt rányomva a táblájára, a bagoly papírtekercset tartott a csőre közt, és arra volt írva a könyv címe, okos könyv. Ez lesz a legszebb könyvem, tettem volna a helyére a könyvet, de apám megfogta a kezemet. Szeretném, ha el is olvasnád. Én írtam, ami benne van, te majd folytathatod. Apám írta. Nyitottam föl, megzavarodva a könyvet. Üres volt az egész, mint valami notesz. Csak az első lapjára volt ráírva, az édesapám szép, öreges betűivel, ez az egy sor. Sose kívánj több földet, mint amennyit megbírsz szántani. Azóta soha se tettem be a könyvtáramba könyvet olvasatlan. Az okos könyvbe azonban jegyeztem már egyet-mást magam is azóta, de az édesapáménál okosabb tanácsot egyet sem.